toszkánai esküvő. Ők fizetnek. Nem is keveset. Szólsz Sannának? Igen. Gyönyörű vagy. Köszönöm. Üdvözlök minden kedves vendéget a Villa Matrimónión ezen a csodás napon. A nap majdnem olyan fényesen ragyog, mint az előttünk álló ifjú pár szeme. Messziről érkeztek. Két család, barátok, és az elmúlt pár napot Toszkánában töltöttük. Hát nem egytől nem. Most pedig álljunk fel a fogadalomtételhez. És mindig olyan örömmel csinálj. Igen. És teljesíted a törvény által meghatározott kötelességeidet. Igen. Ezennel házastársakká nyilvánítalak benneteket. Ez Lenny. Marla! Marla! Mettete la qua. Oh, molto bene. Kedves Herman és Remco, ahogy Olaszországban szokás, az anyakönyvet a polgármester, Mr. Bellamont írja alá. Sanne, visszafognád kicsit a díszítést? Olyan kint, mint egy virágfelvonuláson. Egyszer házasodik az ember. Ne legyen akkor tökéletes. Magyar hangok. Molnár Ilona, Menszátor Magdolna, Kertész Péter, Vadász Bea, Csankó Zoltán, Simon Kornél. Csinálnunk kéne ezzel valamit. Mivel? A ráncokkal. Szívem, igazán nincs rá szükség. Egy pici injekció? Szó sem lehet róla. Jakab Márk, Solecki Janka. Quale asino apre la sua portiera così? Deve guardare, idiota! Vedi cosa hai fatto? I'm so sorry. I didn't see you coming. I'm sorry. Wait. És épp a mellén. Ez már túlzás, nem gondolja? Fogja.
Veszek helyette új csokrot. Ezeket kidobom. Hé, ne dobja ki! Még jók. Jól van. Legalább hadd fizessem ki. Ne, hagyja csak. Sajnálom. Viszlát! Viszlát! Maga követ engem? Nem. Ide jövök. A terepszemlére jött? Igen. Jöröm Bökrint vagyok. Nem Bob a vőlegény? De. Én Bob legjobb barátja vagyok. A katasztrófa szemtanúja. Itt is vannak. Szia! Sanne von Straten, esküvő szervezi. Szia, Liza vagyok, a mennyasszony. Gratulálok. Köszönöm. Felelőtlen! Üdv! Bob vagyok. Sanne. Szia, pompás. Kezdődjék a római orgia. Nem az édes életet kértétek? Nem lesz római orgia? Akkor törölj is a listáról. Ja, én is sajnálom. Fiúk! Ez mind hozzátartozik? Nem rossz el, ugye? Épp, amire vágytam. Drága Bobby, ez tényleg csodás. Én is téged szépség. Nagyon. Irtózatosan. Ez el fog tartani egy ideig. Bob plastikai zsebész. Mikropálom őt harag magának Lizából. Na. Sose nyúltam Lizához, és nem is fogok. Gyönyörű és tiszta. Így is marad örökre. Igaz szépségem? Mesélj. Örülök, hogy tetszik. Medenc, szabad! Jaj, Bobby! És így tűnik el egy nagy ember személyes véleménye a monogám házasság iszapjában. Micsoda pazarlás! Mi a bajod? Nem hiszek benne. A házasságukban? Semmilyen házasságban. Megtiszteltetés összeesketni benneteket. Köszönjük. Remekül fogjuk érezni alig magunkat. Alig várom. Ciao, Bella. Arrivederci. Viszlát júliusban. Ciao. Ciao. Szia. Ciao. Szia. Szia. Megyünk nyaralni. Csodás. A proszekkót érezni a levegőben. Kósz, szerinted Bob megengedné, hogy leszedjem? Hát, nem tudhatom. Bob annyira édes. Régen várnunk kellett, hogy meglássuk, kit hoznak haza a lányaink. Lejött. Jól néz ki? Aha, nagyon. Tényleg? Igen, én is így gondolom, köszönöm. Klassz, hogy fiam is velünk tarthatott. Ugye, fiam? Te is örülsz, hát nem? Klassz! Micsoda tákolmány! Kész romhalmaz. Ha ilyet építenék otthon, ledózerolnák. Mindig ez volt a vágyam. Munka. Jó? Jó, így? Igen. Jó, maradj úgy. Jó? Így? Jó, csinálom, így?
milyen vicces. Nézd! Jaj, Kós, olyan jó veled. Talán ez lesz a második nászutunk? Szívem, már másfél éve elváltunk. Uh-huh. Ne beszélj butaságokat. Persze, beszélek itt butaságokat. Mi mást is tehetnék? Miféle időket élünk, hogy egy esküvő szervező sem talál férjet magának? Egy kis lökésre lenne szüksége. Milyen lökésre? Hip, hip, hurrá! Hurrá! Mindegy. Gondolom, nincs mit tenni. A 30 az végérvényesen 30. Ne butáskodj már. Tom, az ajándék. Jöjjön. Ne gondold, hogy meg akarunk szabadulni tőled. Azért egy kicsit, de... Nem. Mindig szerelmes párok közt vagy. Eljött az ideje a saját boldogságodnak. És együtt élni egy férfival és a felnőtt lányával nem túl vicces. Sanne. A nagymama gyűrűje. Aha. Értem a célzást. Per te. Camillo. Per il mio compleanno. Sì. E perché ti prendi cura di sposare mio fratello? Ma non c'è bisogno. Dai, ci mancherebbe altro. Sei amica nostra, gli amici vanno trattati bene, no? Grazie. Prego. Ciao. E ci vediamo oggi pomeriggio? Sì. Felejtsd el! Kár. Camillóval csak barátok vagyunk. Mi az? A cigi? Megmossam a fogam? Pihenj le, holnap zűrös nap lesz. Semmi baj. Csak nem akarom, hogy kimerülj. Tudod, nem így állt az arra. Drágám, nem akarok szívbeteg lenni egy erőszakos nővér közelében. Erőszakos nővér? Igen. Izgalmasan hangzik. Ó, oh. Nővér. Mit csinál? Nem reagál. Az orvos szerint... A tabletták miatt. Nem baj. A durva nővér tud várni. De jó újra látni! Szia! Arrivederci! Szia, Bob! Nagyon különlegesek. Jó választás! Megvannak a gyűrűk, a házassági papírok, az útlevelek. Minden, amire holnap szükség lehet. Nekem volna egy apró kérésem. Nagyon örülnék, ha Jörun vezetné a házassági ceremóniát. Mi? De nem Jörun a tanúd? De egyben a legjobb barátom is. Ő ismer minket a legjobban. Ez nem lehet csak úgy. Miért? Lehet? Persze. Nem tudom, hogy lesz-e elég ideje felkészülni. Nyilvánosság előtt beszélni elég feszélyező lehet. Védőügyvéd, nem lehet gond. Válóperes. Ja, bocs. Akkor is különös. Miért? Mintha egy mészáros vezetne állatkereskedést. Mit gondolsz? Miért nem osztjátok fel? Te mondod a beszédet, te pedig eskedsz. Jó lesz így? Persze! Buta kérdés, de voltál már esküvőn? Nem. Jól kezdődik. Mit számít ez? De folyamatosan hallom a kedves sztorikat a kétségbe esett koszorús lányokról. Van egy esküvő ma délután a környéken. Gyere el velem, ha gondolod. Fantasztikus. Talán ragad rád valami a szerelemről. Jaj, Bobby, fogd már vissza magad egy kicsit. Megjöttünk! Sziasztok! Na mi van? De jó újra látni titeket. Szevasz! Na, készen állsz a bakancs listára? Azt nem a halála előtt csinálja az ember? Halál, házasság, egy kutya. Az igaz. Jaj, ne! Bob, ne csináld, de tényleg. Ezt te írtad fel a listára. Oké. Rajta!
Ne! Gyerünk! A francba! A gyerek! De nincs! A gyerek! Nem ejtett le valamit? A gyerek! Miért akartál vállóperes ügyvéd lenni? Mi a gond vele, Lili? Egész nap olyan emberek között lenni, akik nem akarják egymást látni többet, nyomasztana. Dehogy én segítek rajtuk. Megszabadítom őket a láncaiktól. 150 euróért óránként. Igazából egy kicsivel többért. Milyen nemes. És te? A boldog emberek látványa engem is boldoggá tesz. Kapcsolatban vagy? Elváltam. 3 éve. Ő megtartotta a házat, én meg Olaszországba költöztem. 3 éve. Igen. És neked mikor volt utoljára komoly kapcsolatod? Vagy soha nem is volt? Csak nem eltaláltam. Most mondd meg, Lili. Miért szólítasz így? Mert ez olyan, mint egy virágneve, és egy virágboltnál találkoztunk először. Szóval, Lili. Patterson-ba megkezdjük a leszállás Liza rendelére. Viktor! A nővérem férjhez megy, te meg csak a hullámokról tudsz beszélni? Mi? Másik irány! Szóval megint cserben hagysz. Hát akkor tudod mit? Rohadj meg a hullámaiddal együtt! Miss, a buszhoz! Ne írja hozzá! Hát újra, hogy mit is kell majd csinálnom holnap után. Először megkérdezem Bobtól, hogy akarja Lizát. Félek, igen fog mondani. Aztán megkérdezem Lizát, és ő is biztos igennel felel. Ekkor házas párnak nyilvánítom őket. Társnak. Házas társnak. Akkor annak. Ciao. Ciao. Buongiorno. Buongiorno. Gondolom, tiszteletteljesen fogsz viselkedni. Nyilván. Kösz, hogy ilyen romantikus vagy. Lili, a házasság nem romantikus. Az egyház találta ki, hogy az embernek csak egy partnere lehessen. A szex így unalmassá válik, és kevesebb gyerek is születik. A házasság tulajdonképpen fogamzásgátló. Fogamzásgátló? Igen, mivel a tabletta után eltörölhették volna a házasságot. De az egyház ragaszkodik a buta monogámia sztoriához. Tudtad, hogy akik kigúnyolják a monogámiát, gyakran erekciós problémákkal küzdenek? Vicces. Az elméletem tudományosan bizonyított. Az enyém is. Ciao, Camillo! Álljatok fel, esküvőd! Lefogadom templomi. Hercegnői ruhában, hatalmas csipke uszállyal. In piedi. Meg persze 12 koszorús lánnyal. A vőlegényed röhelyes, fekete cilindert viselt. Aztán beültetek a hintóba, ami vitt a várba fotózkodni. Te egy nagy csokor krizantémmal együtt meredtetek a virágokra. Az esküvőm dögunalom volt. Esős reggel volt a faluban, a vőlegény késett. Öltönyt sem húzott, a csokrom meg nem passzolt a ruhámhoz. Voltál már esküvőn? Cari Donatella e Vincente, benvenuti nella casa del signore. Mi volt a gond kettőtök között? Nem bírta a maximalizmusomat.
Vincente Giuseppe Torrigiani. Vuoi prendere la qui presente Donatella Francesca Bellini come tua legittima sposa? Lo voglio. E tu, Donatella Francesca Bellini, vuoi prendere il qui presente Vincente Giuseppe Torrigiani come tuo sposo, in salute e in malattia, finché morte non vi separi? Signore, benedici questa giovane coppia. Io vi dichiaro marito e moglie. Adesso lo sposo può baciare la sposa. Viktor. Hát nem jött el. Fontosabb neki Tenerife-n szörfőzni, mint a nővérem esküvője. Elfogadj egy tanácsot? Dobjam? Ne. Előbb kopasz meg, aztán dob. Ja. Talán jörünk segített. Fizethetsz neki természetben is. Természetben? Jó, természetben. Fokci, hagyd. Nem csak a kutya is ott van. Fétje! Gyere ide! Édesem! Szia! Szia, anya! Hágyis, mikor érkeztél? Tegnap délelőtt. Volt egy város. Marla? Igen? Marla von de Beaumart. Gos? Láttam a neved a vendéglistán, de annyira gyakori név. Te jó ég! Igen. Hány fény éve volt már? Egy sem. Mintha megállt volna az idő körülöttem. Aha, köszönöm, ez kedves tőled. Nem így emlékszem rád. Igen, tudom. Hány évesek voltunk? Amikor Nikóval jártam? Igen. 18. Emlékeim szerint egy kis szörnyeteg voltál, aki Nikótól lopott, hogy ne tudjunk táncolni menni. Igen, így igaz. A mopedje kerekeit is leengedtem. Pontosan. De miért? Azt akartam, hogy az én mopedemre ülj. Bár nekem csak biciklim volt. Hogy? Igen. Tényleg? Miközben én a bátyáddal randiztam. Igen. Meg évekkel utána. Sose mondtad. Emlékszel Nikó izmaira? Persze. Szerinted miért voltam vele annyi ideig? Serata. Grazie. Dov'è il mio accompagnatore? Si sta divertendo con le ammigelle. Mamma mia. Finita la ballata. Mamma, io ballo come un cammello, per favore. Non importa, vai. Troppo tardi. Come è? Thank you.
da domani tu vai a parlare, a ballare e basta. E basta, mamma! Megyünk az ékszerészhez, és veszünk két ujját. De ezek különlegesek voltak. Már miért? Liza egy bőrdarabja benne van az én gyűrűmben, és egy bőrdarabom benne van az övében. Komolyan? Igen, így mindig együtt lehetünk. Honnan való a bőrdarab? A fenekünkből. Bőr a feneketekből. Csak én tudom. Hello, Jörú! Szia, Marlány! Csinos az új barátnő! Köszönöm! Hát, kislány, érezd magad jól, amíg tart, de a harmadik alkalom után egyedül ülsz majd otthon. Egy jéghideg pizza társaságában. Kérlek. Bocsánat, ez nagyon ciki volt. Nem gond. Szóval, te az a tipikus három alkalmas vagy. Három alkalmas? Igen, a legtöbb lányjal háromszor voltál. Az a szemét, Jörg, és itt van. Először lett izgató. Másodszor, mert ráért. A harmadik alkalom meg olyan búcsúféle. Szomorú egy nem életet élsz. Ó, oh, hát a te önéletrajzodban mi áll? Az elég rövid. Ah. És ez felhatalmaz arra, hogy mások felett itt érkezz. Mi a baj, Lili? Elmondt a hangod. Már, gyere vissza, kérlek! Jó éjszakát, Jövő. Jó ét, Lili. Marla? Igen? Kérdezhetek valamit? Persze. Van a környéken valami jó étterem? Tomi, jó szakács, de szerintem nem erre gondoltál. Nem igazán. El kell mennem a piacra. Elkísérhetsz, ha gondolod. Nem innál meg velem egy pohár bort közben? Egy pohár bort? A rendben. Nézzenek oda, kedvesebb lettél a 35 év alatt. Úgy véled? Igen. Így kell élni, a jót kell a végére tartogatni. Az egy kitűnő, Marlene? Ó, én! Kér egy pohárral? Igen, igen. Csak tessék. Amúgy én vagyok az ara anyja, Bella. Üdv, Bella. Én Tom vagyok. Sanne lányommal és Marlával élek itt. Nagyon romantikusnak találom itt délen az életet. Igen, én is valami ilyenre gondoltam Kosnak és nekem, de Kosnak más tervei voltak. Így most egy apró lakásban élek egyedül éjszakon. Ah, igen. Kér maga is? Igen, egy kicsit. Remek. Nos, Tom, ígyunk arra, hogy elnyerjük a minket megillető boldogságot. Aha. Hát, egészségére. Egészségére. Hűha. Nagyon finom ez a szőlőlé. Nem fogunk fura dolgokat csinálni? Persze, hogy nem. Előbb beleszippantunk a kultúrába. Michelangelo! Da Vinci! Az utolsó vacsora? Olyasmi. Na, menjünk! La vivi e prendi quello che ti
Vágjon bele az ujjad! Bocsi! Bocsi! Üdv, Liza barátja! Üdv, Bob öccse! Akit Eriknek hívnak. Szia, Erik! Nagyon tutik a hokis lányok. Emelik a buli színvonalát. Sportolsz? Aha, igen, profi videójátékos vagyok. Hát, viszlát, gamer! Jörun, van egy perced? Fontos? Éppen válok. Az tényleg fontos? Mi áll a szerződésben? Hogy micsoda? Közös vagy külön ingatlan, vagy valami teljesen más? Külön házasság előtti szerződés. Viktor elrendezett mindent. Hát, szerelmes voltam. Már üzletfél volt? Nem. Ez esetben lehet benne némi pénz. Elintézed nekem? Pici ügyvédem. Srácok, csoportkép! Gyerünk! Rendben kész? Ez az jó. Hadd már ide. Készen álltok? Na, gyertek, jó? Néha úgy gondolom, hogy a szerelem pont olyan, mint a kirakat. De amikor bemész a boltba, kiderül, hogy újra hasznosított minden. És rövidesen kitesznek a szeméttel együtt. Ez így elég szomorú, Bella. Igaza van. A lányom holnap férhez megy. Rossz, Bella. Fúj, fúj, fúj. De vigyázat, Bella. Borszakértő lesz. Igen? Hello! Üdv! Üdv, a mennyasszony anyja vagyok. Isten hozta. Köszönöm. Megiszom valamit a faluban. Igen, egyedül? Nem. Egy régi fellángolással. Egy régi fellángolással? Az enyémek már mind kialudtak. Hát, szép napot. Ennek is. Szép napot. Ide nézzek. Na csak. Végre. Most már mehetünk? Oh. Na most megyünk! Most mehetsz! Vigyázz a cápákkal, have! Köszi, srácok! Vigyázz, óvatosan! Hensza! Mi ez az egész? I'm joking. Egyből gondoltam. No, Vittorio Bellamonti, sindaco della città. Ugyan, sindaco? Jó napot. Jó napot. Bob, a nők nagyon büszkék lesznek ránk holnap. Igazi ősemberek módjára fogunk gondoskodni az ennivalóról. Vadászunk. We go hunting. Már mondtam neki. Andiamo alla ricerca di... come si chiama? Un cinghiale.
Vaddisznót. Vaddisznót? Ugye nem ezünk állatot? Dehogy nem. A holnapi partihoz, helyi szokás. È la tradizione qua, venite. Venite che vi mostro le armi. Ecco qua. Nézzétek, hogy csillognak. Puskák! Imádom őket. When you finish to load it, you close the barrel with a click, and from this moment be very, very careful. Egyértelműen brokkolit érzek. Fien az! Ez a dog? Fien az! You kill a dog! De hát maga mondta, hogy lőjek! Shoot it! Azt mondta, lőjek! Az anyósom kutyája! Tommal már egy jó ideje együtt vagyunk. De sose házasodtunk össze. Titka mindig reméltem, hogy majd megkér. De a szív problémái mindig közbeszóltak. És versenyeznem kell egy másik nővel is. Szóval, csalfa? Nem, a lánya az, Sanne. Ide költözött, miután elvált. Tom és ő elválaszthatatlanok. És az üzlet sok időt elvesz. Szóval nincs igazán idő a szerelemre? Igen, hogy őszinte legyek, nincs. Nehéz megtalálni a romantikát. Hát az nagy kár. Igen, nagy kár. Nem jobbat érdemelne egy ilyen? Néha azt gondolom, de. És akkor most egy különleges ajándék tőlünk. Elkényeztettek, de komolyan. Ez a terv. Hű, ez óriási. Rajongok a munkájáért. Hely, Tigris. Jól nézel ki. Köszi, te is. Senki sem lenne biztonságban, ha ezt viselnéd a pályán. Nem igazán tudnék benne hokizni. Szolgák, vegyétek fel! Mivel rajongsz Abelardo munkásságáért, különleges meglepetéssel készültünk. Fiú, rotó! Köszi! Salve! Hello! Abelardo eljött, hogy lefotozza a csapatot. Oh, ciao bene. Es comoi. Igen. Vedrai, faremo un grande lavoro artistico con te e le tue ragazze. Hello, I'm Lisa. Capsi. Nézd, mi választhatunk. A lányaid a talpukra estek. Mindkettő házas. Biztos remek érzés. Igen, szabad ember vagyok. És hogy látod a jövődet? Eladom a céget. Aztán bármi lehetséges. Hát te? Fogalmam sincs. Tom szívétől függ. Boldogtalannak tűnsz. Nem. Gondoltam, elküldelek Bobhoz. Hogy? Lógó szemhéjak. Kár érte. És szükségtelen. Itt megemeljük. Ráncaid is vannak, kicsik. Szabaduljunk meg tőlük. Az ajkakat megemeljük. Feltöltjük. Ez zavaró. Nem gondolkoztál még arcfelvarráson? Bob, jó ebben, tudod? Mi van? Jó, rendben.
kiáltotta azt a puskát, csak fogta és... Először Lizának beszélek a kutyáról. Bella most túl sebezhető. Ez meg ki? Jézus. Ez is Jézus. Nem semmi buli. Hello, kifelé, gyerünk, mi a teretek? Hé! Hirdetlen! Menjetek már! Na, Kors, jól szórakoztunk. Nem kapok csókot. Ah. Jó éjszakát. Szép álmokat. Ez nem volt túl szabad, Elvi. Jó ég, Kors, megrémítesz. Hogy érted? Nagyon is jól érted. Nem, fogalmam sincs. 35 éve erről álmodom. Elérkezett az időm. Kós, menjen, részeg vagy! Mit művelsz? Csak vicceltem. Kós, nagyon jól éreztem veled magam, de nem akarok semmi többet. Miért nem? Csak nincs különösebb oka. Hát legyen. Elég! Ugyanolyan romlott vagy, mint régen. Ez fáj. Ez tényleg fáj. Szia! Szia! Elakadtam a beszéddel. Drága Jörún, ügyvéd vagy. Biztos meg tudsz írni egy beszédet. Nem szorulsz a segítségemre. Szervusz! Szannő! Szannő! Kedves Bob és Lisa. Kedves Bob, kedves Lisa. Nem azért házasodtok, hogy megtaláljátok, hanem hogy megosszátok a boldogságot. Én általában mondok valamit, amin elgondolkodhatnak. És működik? Ha szeretik egymást. Mutasd. Megpróbálod? Valami ilyesmire gondoltál? Egy esküvő sokba kerül, de a válás még többe. Úgy van. Ez igaz és pozitív is. Nem beszélhetsz pénzről egy esküvőn. Várj, nem te magad mondtad, hogy az igaz szerelem megfizethetetlen? Sírhamas, hogy mennyire nem vagy romantikus, tudtad? Drága Bob, drága Liza, ketten olyanok vagytok, mint... Gondolkodom. Kedves tőled. Segíteni próbálok neked. Igazán. De ha te nem akarod, akkor... Folytasd. Kérlek, folytasd. Tessék!
a 10. próbálkozás. Megemlíthetnéd, amikor először találkoztak. Amikor Liza Bob mellé ült a repülőn az olimpia után. Igen. Ez a történet került a médiába. Az igazság az, hogy a mi Bob barátunk a műtőasztalán ismerte meg Lizát. Lefordult egy bárszékről, és több üveg volt az arcában, mint vodka a szájában. Ezt kihagynám. Miért tartoznak egymáshoz? Nem csak egy tanú vagy, hanem egy tényező is a katasztrófában. Ha választ tudsz erre adni, megvan a beszéded. Tessék. Sok szerencsét. Hey, hát itt vagy. Feküdj le, holnap van a nagy nap. Liza, mi bajod van? Már meg is bántad a dolgot? Bob az igazi. Elhalmozd majd ékszerekkel és Louis Vuitton retükölökkel. Tudom, de nem ez a lényeg. Hát akkor? Voltak titkaid a házasságod előtt? Persze, egy csomó. Nem aggasztott? Igen, de így működnek a titkok, nem? Nekem csak egy van. Akkor meg mi a baj? Hogy tényleg aggaszt. Gyintje! Istenem, anya! Gyintje! Anya! Nem láttad? Jaj, nekem. Oggi ho deciso che mi lascio conquistare dalla remota possibilità che c'è di essere felice per tutta la vita. Andrebbe bene anche soltanto un'ora. Oggi ho deciso che mi rendo disponibile a farti cambiare quel che non va. Non ti è interessata mai la perfezione. Tutto sommato tu sei di me la parte che più mi piace, perché d'amore mi fai vivere. La somma del mio tutto sei sempre te, che non sei mai impossibile, che mi lasci anche infrangere tutte quelle stupide regole. Oggi ho deciso che mi rendo insopportabile agli occhi di chi pensa sempre male di me, tanto per far capire loro. Bob. Bob, Liza, jó reggelt, ifjú pár! Eljött az esküvő napja! Engedjetek! Hello! Liza! Ne most! Francba! Később visszajövünk. Később? Jó, hát jó, gyertek már, hagyjuk őket! Bobi bajtás! Bob, te lókötő! Nyisd ki az ajtót! Elérkezett az idő. Ne! Várj! Bob, ne! Ne! Ne csinálj! Bob, ne! Lányok! 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 Ne! Ne csináljátok!
fiúk! Hagyjátok abba! Ezek mit csinálnak? Ahó, hagyjátok már abba! Elég volt! Jaj, elég érted már meg! Fiúk, ne! Jól van, a játéknak vége! Ideje megházasodni! Megint szükségem van a segítségedre. Ah, gyere, mi történt? Eliza ma reggel úgy döntött, hogy könnyít a lelki ismeretén. Ne. De kettőnknek volt egy... Kitalálom. Három alkalmas. Igen, de Bobbal akkor épp csak megismerkedtek. A legjobb barátod barátnője. Hogy tudsz együtt élni magaddal? Akkor megesik a hoki klubokban az ilyesmi. Hogy elcsábítjátok egymást nőjét? Ez hihetetlen. Kudarcot kudarcra halmozol. Nézd csak, ki beszél. Az elfuserált házasságoddal, mintha te mindig jól döntenél. Ugyan már. Bocs. Gyökér vagyok, bocs. Bob és Liza összetartoznak. Vállalod? Egyedül? Együtt csináljuk. Nem úszod meg ilyen könnyen. Szintje! Hol vagy? Gyere ide! Finn! Bella! Segítenél, kérlek? Van egy kis gondom a... Kedves Kós, ervadnak a rózsák, épületek dőlnek, de a szerelmem irántad itt van örökre. A házasságunk megérdemel egy második esélyt. Finn! Finn, édes Isten! Szia, szívem. Aj, kicsim. Ó, Istenem. A kicsikém. Az egy kicsikém. Anya, mi a baj? Hagyd. Megöltek. Végeztek vele. Megöltek. Te ott voltál? Megöltek. Mit tette? Nem tudom. Ahó, kérdeztem valamit, ki tette? Mondj el, valaki ki csinálta! Mi történt? Senki csinált mindenhol kerestem! Ki tette? Mondd már el! Ki tette? Mondj már valamit! Fogalmam sincs. Én voltam. Tegnap, amikor vadászni mentünk, Bella... Hiszed vagy sem, de összetévesztettem Fintjét egy szőrös vaddisznóval. Nem mertem elmondani. Miért nem szóltál egyből? Hova lennék a megbocsátás nélkül? Sajnálom. Jól van. Csak egy dolog érdekel. Milyen volt? Tényleg tudni akarod?
Igen. Tényleg tudni akarom. Csak egy kaland volt. A vendégeket a teraszra kell ültetni. Mindenkinek jut hely, nem kell aggódni. Milyen volt Lizával? Jó volt. Nagyon. Ugye? És a gyűrűk? Bob, van valami gond a gyűrűkkel? Igen, Kós. Ne aggódj, az apósod vagyok. Elvesztettem őket. Fent a levegőben. Szerintem tudok segíteni. Kós. Hálás köszönet. Mostantól hívj apunak. Legalább velem van még. Készen állsz? Én idegesebb vagyok, mint egy záróbeszédnél. Kedves Géza, jó tudni, hogy van valaki, aki bármit megtenne érted. Akire számíthatsz. Aki sosem hagy majd cserben. Valaki, akit annyira szeretsz, hogy hozzá is mennél. Mint tudjátok, házasságok felbontásával keresem a kenyeremet. Amit viszont nem tudtok, hogy nem voltam még egyetlen házassági szertartáson sem. Egészen tegnapig. Tegnap Sunny magával vitt, és el kell ismerjem, volt benne valami. És megláttam az előnyeit. Ha házas vagy, nem kell naponta 50-szer megnézned a telefonodat, hogy akivel egy sötét kávézóban találkoztál, vajon akar-e még látni téged. Nincs több magányos karácsony. Nem kell kitalálnod a nevét annak, aki mellett új év napján felébredsz. Röviden, sok előnyt láttam. Kedves Bob és Liza, úgy gondolom, mindkettőtöket nagyon jól ismerlek. Szerintem a házasság a közösen megélt különleges pillanatokról szól. De talán pont annyira fontos a nehézségekkel való szembenézés is. És ha két ember van a világon, aki biztos, hogy képes erre, azok ti ketten vagytok. Ha mégsem, tudjátok a számomat. Kérlek, álljatok fel. Fogjátok meg egymás jobb kezét, és mondjátok utánam. Én, Liza Frederik Marianna Hertreide Leidecker, ígérem, hogy hűséges társad leszek, Robert Frederick von Aspen. Én, Liza Frederick Marianne Hertreide Leidecker. Ígérem, hogy hűséges társad leszek, Robert Frederick von Aspen. Ígérem, hogy feltétel nélkül szeretni foglak, és mindenben támogatlak téged. Ígérem, hogy feltétel nélkül szeretni foglak, és mindenben támogatlak téged. Ígérem, hogy tisztellek és megbecsüllek.
Együtt nevetek és sírok veled, és kitartok melletted, amíg élek. Ígérem, hogy tisztellek és megbecsüllek. Együtt nevetek és együtt sírok veled, és kitartok melletted, amíg élek. Most pedig hűségetek jeleként húzzátok fel egymás ujjára a gyűrűt. Kóstól kaptam. Ez hatalmas. Én csak húzd fel. Na jól van, elég már. Minden rendben lesz, meglátod. Ez a rózsaszín, nem tudom, mi baj. Valami hasonlót. Sikerült? Ne aggódjatok. Szerettetek Pudlit? Nagyon fog örülni neki. Nagyon édes. Bella. Igen? Csak szeretném elmondani még egyszer, mennyire sajnálom. Hoztam neked valamit. Nekem? Meglepetés. Robertjám? De aranyos. Nézd, Kus. Látom, kutya. Kutyuska. Nagyszerűen sikerült. Befejezted a mondataimat, mintha tudtad volna, mit akarok mondani. Mintha érezted volna, amit érzek. Hihetetlen. Mondták már, hogy milyen csodálatos vagy? Vorrei farti vedere, ma insistere non so. Qualunque sia il tuo nome, non lo dimenticherò. È bastato un istante. Io non so ballare,
Nem akarok három alkalmas lenni. Te soha nem változol, ugye? Bocsáss meg. Buongiorno. Visto che bellissimi tartufi? Cavolo, che giganti. Potremmo farci una cenetta con due spaghetti al tartufo, noi due. No, grazie. Tom li fa già così buoni. Sì, è buono. Servus, draga. Úgy érzem magam, mint egy fa. Egy fa 1000 évet is megér. Meglátod, a műtét után hosszú évekig élsz még. Gondolkodj azon, hogy mit akarsz még csinálni. Igazad van. Van egy dolog, amit még meg szeretnék tenni. Mi az? Marla, 18 évvel ezelőtt azt mondtad, hogy bármilyen kalandba belemennél vele, és én bolond egy dolgot sosem kértem tőled. Sanne szerint 100 évig fogok élni. Úgyhogy jobb, ha most megkérdezem. Kedves Marla, hozzám jössz feleség. Igen. Drága Tom, nagyon sokáig kellett várnom. Hosszú, házasságmentes jövő áll mögöttünk. De olyan hálás vagyok, hogy hamarosan te és Sunnő nevét fogom viselni. És a gyűrűdet, és mindent, ami egy házassággal jár. Van egy előnyünk. Láttunk itt már sok párt, akik ígérték, hogy jóban, rosszban kitartanak egymás mellett. Ez igen nagy dolog. Mi már bizonyítottunk. A mi házasságunk egyszerű lesz. Mivel te vagy számomra, te vagy az igazi. Most mindketten álljatok fel. Igen. Köszönöm. Fogjátok meg egymás jobb kezét hűségetek jeleként. Kedves Tom Henrik von Straten, elfogadod-e Marla von den Baumhartot hites és törvényes feleségedül, és tisztelni, és szeretni fogod, jóban és rosszban? Válaszolj már, apu!
Igen. Igen. Mindörökké. Köszönöm. Köszönöm. Celebrate il Signore perché è buono, perché eterna è la sua misericordia. Dica a Israele che egli è buono, eterna è la sua misericordia. Questa è la porta del Signore, per essa entrano i giusti. L'eterno riposo dona a Tom, o Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Non ti scordar di me, la vita mia legata a te. Io t'amo, sempre più nel sogno mio rimani tu. Non ti scordar di me, la vita mia legata a te. C'è sempre un nido nel mio cuore per te. Non ti scordarti. Di qualunque cosa tu abbia bisogno, sono qui. Ne. A végén nem marad senki.
Eccoci qua. I miei ragazzi! Mamma! Oh, la mia cara figliuola! Bella, eh? Bella. Questo è un momento importante, lasciatemelo fare a me. Che so che vi state per sposare. Eh sì. Una cosa che ho piacere è tornate di casa vicino a noi. Quelli qua. Was lei mi volte? Grazie. Sono del nonno e della nonna di Camillo. Dai, quello che ho appena detto, papà, dai. Ho capito, ma sono stato un paio olandese. È olandese? Che lingua ci devo parlare? Lo so, ma siamo in Italia. Parla italiano, dai. Papà, bambo, sta calmo. Vieni a sedere, sta calmo. Calmi tutti, perché questo è un momento importante. Papà, ma calmati. Io vi auguro solo che questi anelli vi uniscano per tutta la vita e non facciano come loro, specialmente lui, dopo 5 mesi le è tornato tra le sottane della sua mamma. Perché c'è qualcosa di male? Se tu lo nini dalla mattina alla sera, diciamo a tutti, comunque lascia fare. Io vi auguro un gran bene. Anche se belle olandese. Quello l'ho capito. Che figura! Sei contento? Bella figura! E mi raccomando! 5 mesi almeno. E basta, sono stato. Questo facevo dire. Penso di sì. Sì, mi scusi. Prego. Jeroen. Servus. Ho letto, ben vero spondana a Sia. Voglio hello issue. Sì. Én... kérdezni akarok valamit. Nem lehet. Camillóval együtt vagyunk. Nem erre gondolok. Valami mást akarok kérdezni. Oh. Dominik! A pénz nem számít, intézd el. Gyere ide! Szia. Ő Dominik. Ugye emlékszel rá? Liza nővére. És ti ketten most... Egy pár? Igen. Hű. Ez remek. Nagyszerű. De hogy vetted rá? Mármint házasság ellenes, meg minden. Az egész miattad van. Teljesen lenyűgözted Jörunt. Én? A munkád, a beszédeid, de még van egy akadály. És ezt az akadályt le kell győzni. Viktor a világot járja, ezért még nem tudunk elválni. De van egy ügyvédem, aki majd megoldja, ugye? Te hogy vagy? Jól. Örülök, hogy újra beindult az esküvői szezon. Ez tökéletes lenne az erkélye veletünkhöz. Sokkal stílusosabb, mint Ibiza. Július 16-ától szeretnék lefoglalni. Jaj. Mi az? Már lefoglalták? Hát, valami olyasmi. De ez azt jelenti, hogy meg is erősítették? Igen, úgy valahogy. Akkor esküszünk Camillóval. Igen. Oh. És az előző hét? Az még szabad. Prima. Akkor lefoglaljuk. Nagyszerű. El van intézve. Oh, érzed ezt? Mi? Kutya? Nem, Olaszországot. Oh, a proszekkót a levegőben. Ugye, Kózi? Proszekkó van a levegőben. A legközelebb repülök. Szia, Liza. Gyere, Kózi, szállj ki. Szia, Bob. Gratulálok. Köszönöm. Oh, milyen szép. Sokkal szebb, mint amit az első esküvődön viseltél. Nem tudsz elég sűrű férhez menni. Hé, hey, Hugi! Ez az enyém és a koszorús lányoké. Aha! Szép, ugye? Tadám! Anya, már kiválasztottuk a gyűrűt. Nem, szívem! Ez az apádé és az enyém. Igen. Meg fogom kérni. A ti partitokon. Legutóbb még nem voltam biztos. Most már igen.
Anya, ez remek hív. Ja, én is így gondolom. Szia, Marla. Szia, Kós. Részvétel. Köszönöm. Hogy érzed magad? A körülményekhez képest jól. Sokat gondoltam rád. Kedves tőled. Én viszont nem gondoltam rád. Ez őszinte volt. Remek pár vagytok, mivel tudjátok, hogy nem azért házasodtok, hogy megtaláljátok a boldogságot, hanem hogy osztozzatok rajta. Sanna, credimi o no, mi ha mandato un messaggio alla sposa con la ricetta degli spaghetti alla carbonara che vuole al matrimonio. Sì? Li vuole con la crema. E beh, li fai con la crema? Ma sei fuori di testa. Spaghetti alla carbonara con la crema. Sanna, qua ci sta la pena di morte. Akkor most azonnal lőd le a párt. Cosa? Lőd le őket. Úgy sem végzek a beszédemmel sosem. Némi információra van szükségem a beszédhez. Van egy perced? Mi volt az a pillanat, amikor azt gondoltad, ő az igazi? Amikor először láttam őt dolgozni, amint a vállásomat intézte. Céltudatos volt. Addig nem nyugszik, amíg el nem éri, amit akar. Ez fantasztikus. Az én hercegem vörös alfában. És neked, Jörun? Valahogy ugyanígy. Nem, Jörun? Végeztünk? Akkor felöltözöm. Persze. Nem maradj sokáig. Egy reggel felébredtem. És hirtelen arra gondoltam, ennyiről szól az életem? Örökké csak a hódítások. Új év napján a mellettem lévő párnára néztem, és ott volt Dominik. Már nem a harmadik, hanem a negyedik alkalommal. Ha az orra melletti ráncot látom, vagy azt, hogy milyen gonddal készíti nekem a szendvicset, azt kérdem magamtól, miért ne? Szerintem illünk egymáshoz. Hát te is, Camillo? Késztetés a megállapodásra, gyanítom. Gyanítom? Ez nem hangzik túl meggyőzően. Nem. Szerintem illünk egymáshoz. Ez viszont úgy hangzik. Csak mondd, hogy jó az ágyban. Hogy mindig akarja, mindenhol, hogy jódlizva megy el. Szerinted illetek egymáshoz? Remekül nézel ki. Ebben a ruhában úgy izzadok, mint egy jó. Ez volt az utolsó alkalom, hogy hagytam, hogy a húgom öltöztessen. Úgy érzem magam, mint egy felrobbant gömbdísz. Megyünk. Szuper, nem? Elkezdem. Rendben. Io non ce la faccio. Cosa? Spaghetti alla carbonara. Con la crema. Allora li dai qualcos'altro. Sült krumplit, ha tetszik. Patate? Cos'è patate? Ma questo è matto. Ma hai capito le patatine? Ma sti cazzi di olandesi tutti fuori di testa. Che miseria. Finisce qui. Strana la vita, mai
hozott benneteket ezen a különleges napon. Sokan tudjátok, hogy Jörun sosem hitt a házasság intézményében. Dominik különleges, meggyőző ereje hatott rá végül. Szép munka, Dominik. Azonban volt némi igaza, hiszen háromból egy pár, akiket esketek, később elválnak egymástól. Szerencsére Jörun jól tudja, mire vállalkozott. Egy házassághoz sok minden kell, hogy sikeres legyen. Mély, tartós bizalom egymás iránt. Az összetartozás érzése a legrosszabb időszak alatt is. Na, hallgassuk. Alárendelni magad a másik szükségleteinek, és úgy beleolvadni valami fontosba. Ez tesz bennünket boldoggá. Jól van. Most álljatok fel, és fogjátok meg egymás kezét hűségetek jeleként. Dominik Leidecker, elfogadod Jörun Bökeringet férjednek, és teljesíted törvényes kötelességeidet? Igen. Jörun Bökering, elfogadod Dominik Leideckert feleségednek, és teljesíted törvényes kötelességeidet? Igen. Ezennel férj és feleség vagytok. Megcsókolhatjátok egymást. Abba hagyom. A tanácsom, élvezzétek! És Dominik, kedves lányom, ez volt az utolsó házasság, amit fizettem. A következőt te állod. Mindannyiunknak meg kell húzni a nadrágszíjat, és nekem már nem könnyű. Bizony. Prostit! Prostit! Ah, még egy beszéd! Igen, igen. Kedves Jörun, kedves Dominik. Néhány ember számára az élet egy igazi keresés, az igaz szerelem kutatása. És ha valaki intenzíven és aktívan keresett, az Jörun. Szerintem mielőtt megtalálod az igaz szerelmet, magadat kell megtalálnod. Hogy szerető és nyitott lehess, és a másik valóban megismerjen. Őszintén remélem, hogy megtaláltad, és hosszú, boldog életet kívánok. Prosit. 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 Egészségünkre. Liza, figyelsz anyára. Áj, de finom. Spaghetti alla carbonara. Con la crema. Camilo, piantala, non fallo stupido. Szerintem marha jó lesz a vacsora. Oh, grazie. Ezt nem mondhatod komolyan. Chi è il tuo? Eccellenza. E questo cosa sarebbe? Spaghetti alla carbonara. Ah, e cosa c'è dentro? La crema. La crema della carbonara. Hölgyeim és uraim! Jó, Liza, állítsd meg! Most én beszélek. Túl késő. Csak kétszer házasodik az ember az életben. Ahogy Vera Lan vagy Lin énekelte, találkozzunk még. Ne engedj énekelni! Nem fogok énekelni ma este. Nem kell félni. Más miatt jöttem.
Miattad, kedvesem. Kedves Kos, hervadnak a rózsák, épületek dőlnek, de a szerelmem irántad bennem él. Egyszer már írtam ezt a barátnőim verses albumába, de ezt érzem irántad is. Szakítottunk, de nagy hiba volt. Én még mindig szörnyen szeretlek, és tudom, hogy te is így érzel. Ezért szívem, kedvesem, mondd csak, elvennél újra feleségül? Hozzád menni? Igen. Jaj, drágám. Drágám, sosem adod fel, igaz? Azért, mert megőrülök, érted? Ó, mindazok után, amit tettem, amiket a fejedhez vágtam. Minden házasságban vannak hullámvölgyek. De szívem, én egy csőd tömeg vagyok. A szemetet se viszem ki. Hosszú ideje nem is figyelek rád. Nem érted? Na, és én is csak félig figyelek rád. Igen, de ha együtt fogunk élni, az kész katasztrófa lesz. 21 éve kipróbáltuk. A falra másztunk egymástól. Persze, szeretlek. Tényleg. De hogy hozzád menjek, azt már nem. Jó étvágyat. Jó étvágyat. Anya, anya, ülj le. Nem. Oh, te jó ég. Bella. Nem. Na, bújj ki. Anya. Throwing food, you barbarian. Mit mondott? Sajnálom. The arrest in the name of myself. Baleset volt, nekem szállták. You're both under arrest. Én nem félek az olasz maffiától, ha? What? Mafia? Aki mafia? Mafia, igen. Mafia. Állj meg, Lukas! Rohadt olaszok! Ne, maradjon ki ebből! Csinálj valamit! Ne csak ő is! Megtámadták a családomat! Ahó! Ezért mentem hozzád! Dominik! Figyelj, hibáztam! Pontosan! Csinálj már valamit! Nyugodj meg, drága! Ne nyugodj meg! Hát mi van itt? Nem akartam ezt! Mit csináltál? Ez az én lakszín! Mi ez a felfordulás? Honnan is lehet? Mit csinálnak? Őrült! Hé, hagyjuk már be! Hé, hagyják, akkor elérhegyek már! Úristen, kigyulladt! Én meg azt a terítőt! Húzom a forrót, jól szoltsátok már el! Nem menj már közelebb! Hé, vigyázz magadra! Sanne! Segíteni jöttél? Szörnyű hibát követtem el. Szeretlek. A poroltókat keresem. Csak téged szeretlek. Korábban kellett volna erre gondolnod. Úgy is tettem. Múlt télen eljöttem hozzád. Láttalak. Camillóval. Azzal áltattam magam, hogy valaki más is elég jó lesz nekem. De folyton csak rád gondolok. Téged akarlak. Camillo itt volt, amikor szükségem volt rá. Ha azt mondod, szereted Camillót, akkor békén hagylak. Mert annyira szeretlek. Mindent szeretek benned. Még a maximalizmusodat is. Sanne! Sanne! Bocsánat! Mindjárt, hogy vannak a poroltók! Tökéletes ütés!
Na végre, itt a felmentő sereg! Bocsát már el! Álltok el onnan! Ó, mit oda kell! Na, végre! Rosszabb úgy járhattunk volna! Ó, igen! Jól vagy? Kiégettem az apróban! Nagyon sokba fog neked kerülni. Dominik, várj! Segíthetek! Várj, várj, várj! Ezek az olasz... Hollandézi. non ti preoccupare. Stai facendo tutto bene, Marla. Grazie, sindaco. Vittorio. Vittorio. Grazie. Salute. Salute. Mi dispiace. Ciao. Ciao. Én hősöm. Hősöm. Nem hagyom, hogy a maffia inzultálja a szerelmem. Édes lovagom, te drága. Mamma. Trovami un'italiana, per favore. No. La carbonara con la crema. Che la volete? Ragazzi. Io la lutta, Kicsim. Itt a kis angyalkám, a kicsikém. Új, adjad a szemüvegemet. Gyere. Idő van? Még nem. De hoztam neked valamit. Anyámé volt. De szeretném, hogy te hord. Most már a tiéd. Gyönyörű. Köszönöm. Anya. Légy boldog. Vivo per lei, anch'io lo sai, e tu non esserne geloso. Lei è di tutti quelli che hanno un bisogno sempre acceso, come uno stereo in camera, di chi è da solo adesso sa, e anche per lui, per questo io vivo. Felicito con te, come nuovo cittadino italiano. Gratulálunk Jörunnak, hogy Olaszország polgára lett. Datevi la mano destra. Elfogadod, Jörung Bökering, Sanövön Strathend hites feleséged? Mi a válaszod? Igen. És te, Sanövön Strathend, elfogadod Jörung Bökeringet hites férjedül? Mi a válaszod? Igen. Vivo per lei che
pennét készítek egy hagyományos olasz recept segítségével. Megfőztem a tésztát, al dente és szalonnát kevertem hozzá. Felvertem a tojásfehérjét is, 6 tojásból, és most jön a lényeg. Tejszínt adok hozzá egy picit. Itt szeretem. Gyakran eszik így Olaszországban, igaz? Con crema. Con crema. Gondolom egy híres olasz séftől van a recept. Ez csak egy hagyományos olasz recept. Oggi ho deciso che Magyar hangok. Molnár Ilona, Menszátor Magdolna, Kertész Péter, Vadász Bea, Csankó Zoltán, Simon Kornél, Andrész Kati, Háda János, Csényémet Lajos, Jakab Márk, Solecki Janka. Magyar szöveg, Zmeská Zoltán. Hangmérnök és vágó, Csaba Tamás. Gyártásvezető, Nagy Anna. Szinkronrendező, Csorba Éva. A szinkron az Angela Fayette megbízásából a Szinkron stúdióban készült 2015-ben. Stúdió vezető Csaba László. Forgalmazza az Angela Fayette. Tanto per far capire lo...